Mezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába. Ellátogatni Kis-Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt. És lélekben királlyá gazdagodni a szent helyen, ezer emlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam. Nőtt. Növekedett. Lett belőle sóvárgás, akarat, követelés, egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje. Új csodák életföldje vár. Feltámadást, erőt újjongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Magyar nyomor gyógyít. Édes testvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg. S bár utait szemmel el nem érem, a lelkemen sejtésül átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus lépteit.